A mai videót az Orvos Intézet támogatta. Elérhetőségük a videó alatti leírásban található. A második világháború elején a náci Németországban a politikai viszonyok és az amerikai-brit szankciók kihívások elé állították az országban működő amerikai vállalatokat. Ennek eredményeként a Coca-Cola előállításához szükséges szirup elérhetősége korlátozottá vált. A német piacon való jelenlét megőrzése érdekében a Coca-Cola helyi vezetője, Max Keat, azzal a feladattal szembesült, hogy helyben elérhető alapanyagokból új italt fejleszen ki. Ez vezetett a Fanta létrehozásához 1940-ben. A német vegyészek akkoriban számos más elhíresült vegyi anyagot is kidolgoztak, nem esett nehezükre az épp rendelkezésükre álló alapanyagokból előállítani az új italt. Időközben Amerikában is csúcson járt a vegyipar. Míg a német vegyészek a fantával és más háborús alapanyagok fejlesztésével voltak elfoglalva, a DuPont amerikai vegyipari vállalat kutatói egész más irányba keresgéltek már az 1930-as évek végén felfedezték, hogy bizonyos fluor tartalmú vegyületek figyelemreméltó tulajdonságokkal rendelkeznek, például víz- és olajtaszítók. Ez a felfedezés egy egész sor fluor tartalmú anyag kifejlesztéséhez és ipari alkalmazásához vezetett. A DuPont és más vállalatok által kifejlesztett perfluoroktánsav és perfluoroktánszulfonsav Kémiailag rendkívül stabilnak, hő- és vegyszerállónak és jó elektromos vezetőnek bizonyult, emiatt népszerűvé váltak ezek a molekulák számos ipari alkalmazásban. A DuPont 1946-ban hozta nyilvánosságra a Teflon nevű termékét, melynek az egyik első kereskedelmi felhasználása tapadásmentes edények gyártása volt. Ezek az 1960-as évekre váltak széles körben elérhetővé de hasonló vegyületeket más termékekbe is beépítettek, például foltáló szőnyegekbe, vízálló textiliákba, csomagolóanyagokba, tűzoltó habokba. Napjainkban a teflont is magába foglaló vegyület család nem csak fazekakban és serpenyőkben található meg, hanem az emberek vérében, köztük az amerikaiak 99%-ában jelen van. Nyilván ugyanez a helyzet Európában is. Ezek a vegyszerek szennyezik a vizet, de ez nem minden. Ott maradnak a környezetben és az emberekben. Egyszerűen nem bomlanak le. Ennek az az oka, hogy a szén-fluor kémiai kötés rendkívül stabil. Emiatt nevezték el őket örök vegyszereknek. Mások a mérgező hatásukra utalva a 21. század dioxinjának nevezik őket. A vegyületek már nagyon kis dózisait rákkal, a reproduktív és az immunrendszeri károsodásokkal, valamint más betegségekkel hoztak összefüggésbe. A gyártó vegyipari cégek évtizedeken át titkolták az egészségügyi kockázatokat. Az Egyesült Államokban 200 millió ember iszik ilyenekkel szennyezett vizet. A térkép jól mutatja a leginkább szennyezett területeket és a kibocsátás forrásait. Ami a modern kémia csodájaként kezdődött, az már a nemzetközi környezeti válság okozója lett. Az anyagot a fogyasztói termékek és ipari alkalmazások elképesztő skálájában használják. A több évtizedes intenzív használat a víz, a talaj, valamint az emberek és az állatok vérének szennyeződését eredményezte a világ legtávolabb szegleteiben is. És ne feledjük, hogy soha nem bomlik le a környezetben. 2001-ben botrány robbant ki a nyugat-virginiai Parkersburgban, miután egy Dupont üzem közelében több tízezer ember ivóvizében teflon fedeztek fel. A cég 1961 óta gyártotta a teflon alapanyagot itt, majd 1981-re bizonyítékot találtak az üzemben dolgozó női alkalmazottaktól született csecsemők születési rendelenségeire. A cég emiatt úgy döntött, hogy kivonja a női alkalmazottakat a teflon munkából. Aztán egy 1984-ben végzett ivóvíz ellenőrzés ismét, megemelkedett vegyszer szintet mutatott ki az üzem környékén, de a cég úgy döntött, hogy a kibocsátás csökkentése gazdaságilag nem éri meg nekik. A dolgok haladtak tovább, míg 1989-ben a Dupont alkalmazottai között megnövekedett leukémiás halálesetek számát találták, néhány hónappal később a dolgozók körében számos veserákot is észleltek de a nyilvánvaló kiváltó okot nem szüntették meg, ehhez kellett még egy lépés. Ekkoriban történt, hogy a Dupont vásárolt egy földterületet egy környékbeli szarvasmarha tenyésztőtől, hogy állításuk szerint nem veszélyes anyagok lerakó helyeként használhassák. A területen volt egy patak, amely közvetlenül az Ohio folyóba ömlött. A föld tulajdonosa később azt vette észre, hogy több száz tehene Titokzatos módon elpusztult, emiatt aztán beperelte a dupontot. Ez a per aztán további perek sokaságát indította el, a hatóságok és a kutatók figyelmét pedig a teflon-szerű vegyületek felé fordította, és olyan tanulmányok kiinduló pontja lett, amelyek a teflont rákkal és más betegségekkel kapcsolták össze. Már a világon több ezer ebbe az osztályba sorolható anyagot hoztak létre, ma már nem csak az Egyesült Államokban, de a világ minden részén probléma jelenlétük. Bár az USA-ban a legtöbbet a 2000-es évek eleje óta fokozatosan kivonták a gyártásból, egyes vegyületek még mindig gyártás alatt vannak. Kínáról nem is beszélve, ahol az ilyesmivel tradicionálisan nem foglalkoznak. A kutatásokból kiderült, hogy Kína számos városában és régiójában az ivóvíz aggodalomra okot adó mértékben szennyezett. Az iparágakból és más forrásokból származó kibocsátás jobb ellenőrzést és csökkentést igényel. De mivel Kínában nincs szabályozás rájuk, van olyan gyáruk, mely a világ bármely más ipari létesítményénél több örök vegyületet bocsájt ki, szennyezésként a vegyi anyagok szintje a gyárhoz közeli pontokon a valaha jelentett legmagasabb közé tartozik, több mint 500 szorosa az Egyesült Államok biztonsági szintjének. Az egyik ipari felhasználó az akkumulátoripar. Magyar információ kevesebb található, de van itt egy, ahol látni lehet ilyen-olyan EU szabályozás néhány örökvegyületre, de nem mindre, Továbbá az is látható, hogy például az ivóvíz ilyen jellegű szennyezettségére nincs meg a szabályozás az EU-ban. Így Magyarországon se, hanem a jövőben lesz majd valamikor ilyen bevezetve. 2023. március 16-án az Egyesült Államok Körzetvédelmi Ügynöksége szigorú új korlátozásokat vezetett be hatféle per- és polifluoralkil anyagra, az ivóvízben. A közegészségügyi szakértők pozitívan fogadták a lépést, azonban ezeknek a mérgező vegyszereknek minden típusát szabályozni kellene, és több ezer féle ilyen van használatban. Ezek a mérgek mindenhol jelen vannak a világon, annak ellenére, hogy viszonylag nem olyan régen léteznek. A cetfélék különösen érzékenyek a folyamatosan jelenlévő szerves szennyező anyagokra, mivel azok felhalmozódnak vastag zsírrétegükben. Ezeket a toxinokat nehéz metabolizálni és kiüríteni, különösen a hosszú életű csúcsoragadozóknál, amelyek a tápláléklánc magasabb szintjén táplálkoznak. A gyilkos bánák a világ legszennyezettebb tengeri emlősei, mivel nagy mennyiségű szennyezőanyag jut a szervezetükbe a zsákmányból, és az nem ürül ki. A tápláléklánc minden tagja valamilyen szinten szennyezett, és egyikből se őrül ki az anyag. A nagyhal megeszi a kishalat, a nagyhalat pedig megeszik a fókák, a fókákat meg a gyilkos bálnák, avagy orkák. Egy jelentés szerint az állatok az Antarktiszon kívül minden kontinensen szennyezettek az örök vegyületekkel. A tigrisektől, az elefántoktól, a vörös pandákon és pockokon át, a planktonokig, az élőlények szervezetében mindenhol felhalmozódtak és kimutathatók ezek az anyagok. Már a világon sehol nem biztonságos meginni az esővizet. Olyan magas az örökvegyület tartalma. A kutatások kimutatták, hogy az emberek a következők miatt lehetnek kitéve az örökvegyületeknek. Olyan foglalkozásokban végzett munka, mint például tűzoltás vagy vegyi anyagok gyártása és feldolgozása. Olyan foglalkozásokban, melyek ilyen alapanyagokat használnak fel, a szennyezett jóvíz is közre játszik. Bizonyos ételek fogyasztása, amelyek tartalmazzák ezt az anyagot, beleértve a halakat. Szennyezett talaj vagy por lenyelése, belélegzése. Az ilyen anyagból készült vagy ilyet tartalmazó anyagokba csomagolt termékek használata. Ide tartozik még a vízlepergető ruházat, a bútorok, szőnyegek, tapadásmentes bevonat az edényeken, tűzoltóhabok, elektronikai cikkek, valamint bizonyos samponok és kozmetikumok, mint kéztermékek, de akár a WC papír is. Jelen van az autógyártásban is. A föld mára mindenütt szennyezett örök vegyületekkel, mivel a végtelenségig fennmaradnak, és olyan hatékonyan keringenek az óceánokban, a légkörben és a talajban, a kutatók arra számítanak, hogy szintjük jó ideig veszélyesen magas lesz, az elkezdett korlátozások ellenére is. Ez egy olyan téma, merről kevés szó esik, de valójában ezek az anyagok jóval fontosabbak, mint a növényvédőszerek, melyektől az emberek meg vannak riadva. Látom itt a komment szekcióban. A növényvédőszerek ugyanis előbb-utóbb lebomlanak. Ezek viszont nem. Mit tehetünk? A hatóságok folyamatosan tiltják be a használatot, de ez egy elég lassú folyamat. Mindenképpen célszerű, ha nincs olyan gyár a környéken, amely ilyesmit használ. Otthon meg arra érdemes figyelni, hogy ne fémeszközzel kavarjuk az ételt, a teflonban aztán ezzel fölkaparjuk a teflont, hanem fakanállal vagy műanyag spatulával, és ne dörzsöljük, vakarjuk a feletet mosogatáskor se. Ha megsérül, abból belekerülhet az ételbe, ami hát nem valami előnyös. Jó éjszakát!